iskolánk valamennyi tanulója, nevelőtestület dolgozója nevében a megjelent kedves vendégeinket. Mint már hagyomány, évek óta az advent utolsó napjaiban köszöntjük a karácsonyt, várjuk a karácsonyt iskolánk valamennyi tanulója, osztály szinten is és iskola szinten is készül ezekre a napokra, ezekre a programokra. A mai esti programunk vagy műsorunk az iskola énekkarával, az iskola alsó tagozatosainak a műsorával és az iskolánk néptáncsoportjának, kis csoportjának a műsorával fog zárulni. A néptáncsoport a Milotai Betlehemest fogja eltáncolni. Kívánok Önöknek jó szórakozást és kellemes ünnepeket! Izgatott készülődés előzi meg
Az örömteli várakozás december 24-én este oldódik fel. Csengő szó jelzi az igazi bensőséges ünneplés kezdetét. A karácsonyfa, a fenyőgyanta illata, a szikrázó csillag szóló sercegése, a tündöklő gyertyafény elkápráztat bennünket. A közös éneklés, az ünnepi asztal, az ajándékozás, a gondtalan együttlét boldogságot vadásol körénk. Úgy gondoljuk, így volt mindig, pedig ez a régi ünnepi hagyomány az idők folyamán sokat változott. Az ünnepléshez számos régi népszokás kapcsolódik. Legelterjedtebb a feldíszített fenyő, a karácsony fáállítása. Hagyományá lett a betlehemes játék is. Jó estét kívánok, kedves bácsi néni! Szabad-e ide bent Jéruskát dicsérni? Hogyha megengednék, szépen elmesélnénk, mi történt réges-rég Betlehem környékén. Bejöhettek pásztorok! Szerencsés jó estét a házatok! Gondoljunk hát mi is a kis Jézuskára, aki szeretetet hozott a világra. Egyszer régen, Betlehem környékén pásztorok beszéltek hideg téli estén. Aluszik már a nyár, itt az öreg pásztor, hallhattok vinyáron, vigyázok majd rátok. Leküdjék le kellnem, itt a kisebbik, majd fölkeltem én a farkas közeli. No hát én nem bánom legkisebb bolytát, de azután jól vigyázz, hogy el ne aludjál. Hú, milyen hideg van, ugye ti is pásztor? Tűz ki, ne aludjék, tegyen ám rá pásztor a legkisebb pásztor. Nem lesz hiba semmit, aludjanak kentek, aludjanak pásztortársak, tárgyan csendesen. Álom szennyel lélek száll, és kinyílik a csillagos menny. Kire várok a jepedben 4000 éve? Múldán nékünk költ el Isten, megváltunkat bűnös földünk. Az bizony jó lenne, ami az megérnénk. Én visz, hogy meglásson, mi földetre mennünk. Ha én is egyszer, mint hatalmas király, szegény kis pásztorkáram, hogy nézne őrem? Ennyi, de ide van, én is álmos vagyok. Feküdjünk le, mi is aludjunk egy nagyot. No hát én nem bánom egy cseppentős cseppet, de aztán hamar felkelünk, mert baj lesz. Szállást keres a szent család, de Szent Kisinszki helyett, tehát nincsen, aki befogadja, őt ki égnek s földnek ura. Az idő már későre jár, a madár is fészkére száll, csak a Szent Szűz jár hiába, Betlehemnek városába. Legalább jó emberek, fogadjátok a kisderek, házatokra szent áldással, ha betér az égi király. Betlehem kis talucskában, karácsonykor, éjféltájban. Fiú Isten ember lett, mint kisgyermek született. Őt nevezték Jézuskának, édesanyját Máriának. Kis folyába takarta, befektette Jászlónak. Az angyalok mennyezőben, mennyei nagy fényességben, szegedjék az éneket, dicsőség az Istennek. Dicsőség mennyben az Istennek, Yeah.
szépnótát, fújjunk népi szépnótát. Márka juhász kurujjál, billeg ballag meg megáll, billeg ballag meg megáll. A pásztorok egyszerre nyájuk hagyvát Istenre, elmentek látására, buzgó imádására. Adjon Isten minden jót ez új esztendőben.
vegye el mind a nem jót ez új esztendőben. Mitől félünk, mentsen meg, amit várunk, legyen meg ez új esztendőben. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! Köszönöm.
szürkes szakállammal, hajlott hátammal, görbe lábújammal, de csak a víg nózán zengereztek. Juhászi, pajtársi, tel aludtatok! És az Úr Jézusnak sírhalmát.